Óriási pénzekről van szó, aminek megszerzésében hazánk eddig nem jól teljesített. Ezen lehetne változtatni a mostani EU-s pénzügyi ciklusban, erről beszélt a szakértő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A közvetlen uniós alapokról volt szó, amikre cégek, önkormányzatok, szervezetek pályázhatnak 2027-ig. Gigantikus összegekről van szó, majd mutatni is fogom a prezentációban, hogy ez 377 milliárd euró, tehát elképzelhetetlenül nagy összegről van szó. Abban különböznek a mindenki által ismert Magyarországon megpályázható brüsszeli forrásoktól, hogy ezeket közvetlenül Brüsszelből kell megpályázni. Ezek az összegek ott maradnak, és onnan kell őket megpályázni. Egy nem túl egyszerű, elég nagy kihívást jelentő folyamaton keresztül, és pont ezért nagyon fontos, hogy tájékoztatással, ismertetéssel, sőt esetleg az MFO-inak nekünk a szolgáltatásaink segítségével közvetlenül megismertessük a vállalkozókat, és segítsük ebben őket. A pályázati ötlet megszületésétől a pályázat benyújtásáig segítenek a folyamatban, mondta a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda munkatársa. A közvetlen uniós alapoknál is vannak olyan témák, területek, amelyek előnyt élveznek. A COVID utáni helyreállítás, a digitalizáció és a zöld átmenet, tehát a zöldítés, a környezetvédelem, körforgásos gazdaság, talán ez a három legfontosabb téma. A közvetlen uniós alapoknál nincs országokra lebontott keret, így európai versenyben vesznek részt a pályázók. Ezért kell nagyon jól megírni ezeket, hogy aztán részesüljenek a 377 milliárd eurós alapból sikeres elbírálás esetén, mondta a szakértő.